A Hősök Tere kezdeményezésben 2014 óta mutatunk példát arra, hogy ha te is teszel másokért, akkor azzal társadalmi változást generálsz. Legkiváló szociálpszichológusok meghívásával szeretnénk egy olyan konferenciát rendezni, ahol feltárhatjuk az előítéletesség mechanizmusait, és azt, hogyan lehet ellene hatékonyan küzdeni. Idén ősszel nemzetközi konferenciát szervezünk, ahol személyes történeteken keresztül mutatjuk meg azt, hogy van úgy, hogy a hátrányos helyzet nem akadályoz, hanem éppen inspirál. Falakat fogunk lebontani, őszinte történeteket fogunk elmesélni, és megmutatjuk, milyen akadályokat jelent egymás címkézése és az előítéletes gondolkodás. Itt lesz többek között Sara Mardini úszó, aki húgával együtt órákon át húzott egy menekültekkel teli csónakot, hogy az életüket megmentse. És itt lesz például Abraham Elhanan és Bassam Aramin, izraeli és palesztin szülőpáros, akik a gyerekeik halála után nem a másik csoportot kezdték el gyűlölni, hanem éppen a gyűlölet ellen tesznek és összefogtak ezért. És itt lesz persze Philip Zimbardo is, a híres szociálpszichológus. Ezért legyél te is ott október 4-én az Urániában. Fedezd fel, változtass, tegyél érte, ne ellene, mert rajtad is múlik. Be there or be square.